Ősbemutatóra került sor a Zombori Népszínházban, amelynek társulata Urbán András rendezésében szerb nyelven színre vitte Herceg János Gogolan című regényének Gyarmati Kata dramaturg közreműködésével színpadra alkalmazott feldolgozását. Ebben az idényben ez volt a társulat 6. bemutatója, és mindenképp figyelmet érdemlő, hogy e színházi évadban a zomboriak helyi szerzők műveit mutatják be. Ez nem egy dramatizált változata a regénynek, azok a problémák lettek tovább gondolva, amit felvet ugye maga a regény, akár ez a negatív utópia, tehát egy képzeletbeli társadalom, ahol nagyon fura lények, a gogók élnek, ugyebár illetve hát mégis a művész és a hatalom viszonyát vonzolgatja az előadás, és ez elég bizonyos értelemben arra, hogy tovább lépjünk, hogy ezt az anyagot folyamatosan fejlesztjük. A Zombori Színház egy nagyon csodálatos hely, egyrészt a társulatot, illetve másrészt az a kiszolgáló technikai műszaki személyzet, aki itt dolgozik. Én azt hiszem, hogy ilyen magas szintű pozitív emberi hozzáállással még nem találkoztam. És nem utolsó sorban a színház maga, a terem is egy olyan. A szongokkal megtűzdelt előadás igyekszik fölmutatni Herceg írói és emberi mivoltát, szellemi horizontját, gondolkodásmódját, s eközben jelenünkre is rávilágít. A darab jelmeztervezője Marina Srémác, zeneszerzője Iréna Popovics. A szereplők Biljana Keszkénovics, Branislav Jerkovics, Ivana V. Jovanovics, Milica Janevski, Nenad Pecsinár és Sasa Torlákovics. A szongok zenei kíséretét Nemanja Bubaló és Lazár Lazarevics nyújtja.